Október végén elrajtolt a Star Wars The Mandalorian második etapja. Az évad nyitóval pedig nem csak korábban megismert főhőseink, Din Djarin és Baby Yoda, avagy a gyermek tértek vissza, hanem bemutatkozott két másik, a franchise kedvelői számára szintúgy ismert alak is. Bizony, a második évad első epizódjában látott Marshall, ha csak írott formában is, de valójában már a messzi-messzi galaxis Disney érájának eleje óta része a kánonnak, még ha élőszereplős bemutatkozására idáig kellett is várnunk. A másik egyéről is szót ejtünk majd a videóban, de csak azután, hogy tényleg láttátok az epizódot, hiszen az intro után eléggé spoileresek leszünk. Mi szóltunk? Temuera Morrison, valamint Timothy Olyphant castingjáról még május első felében értesülhettünk. Jól lehet, ahogy egyetlen második évados újonc csatlakozását, úgy az övéket sem volt hajlandó megerősíteni a Lucasfilm vagy a Disney, egészen a múlt heti premierig. Az egykoron a klónok támadásában Jango Fettként feszítő Morrisonról tavasszal az hír lett, hogy immár a legendás Boba Fett szerepében tér vissza az otthoni képernyőkre, hogy pár nappal később Olyphantről meg az derüljön ki, hogy Boba ikonikus páncéljában forgattak vele jeleneteket. Sőt, már akkor felmerült vele kapcsolatban egy bizonyos Cobb Vanth neve is, méghozzá nem véletlenül. Az évadnyitó után ugyebár megtudtuk, hogy tényleg igaz volt mindkettejük casting híre, ugyanis Morrison és Olyphant egyaránt felbukkant az epizódban. Hogy az előbbi tényleg Bobaként láttuk-e, az csak 99%-os biztonsággal merjük kijelenteni, ám az utóbbi tényleg azonnal Cobb Vanthként mutatkozott be a címszereplőnknek. De pontosan mi is történt? Pedro Pascal karaktere, illetve apró bajtársa, miután egy alvilági fószerből, Gorkoresből kiszedik, hogy hallott egy másik mandalóriról is, visszatérnek a Tatooine-ra, hogy Mos Pelgo városában rábukkanjanak egy, a mi fejvadászunkéhoz hasonló, ám sokkal kopottabb és méretében kevésbé klappoló páncélzatú szemére. Azt már csak mi nézők tudhatjuk, hogy a Serco nemhogy hasonlít, de voltak épp megegyezik Boba Fett híres páncéljával. Ám a szóban forgó egyén rögtön le is veszi a sisakot, hogy rájöjjünk, tényleg Olyphant formálja meg a karaktert. Miután elmondja, hogy Cobb Vanthnek hívják és ő itt a góré, Mandalorink vissza is követeli tőle a páncélt. Még mielőtt szitává lőnék egymást, egy krét sárkány úszik keresztül a falu homokján, Vanth pedig alkut köt hősünkkel. Ha segít legyűrni az őket zaklató szörnyet, odaadja neki az utcait. Vanth később azt is elmeséli, miképp került hozzá a vért. A második halálcsillag felrobbanásakor a falujukat abban a szent pillanatban letarolta a bányász kollektíva. Ő viszont azon az estén meg tudott szökni, némi értékes kristályt is elcsembe tőlük. Pár Jawa talált rá kimerülten a dűnék közepette, akik igényt tartottak a kristályokra, így hát Vanth elcserélte velük egy náluk lévő mandalóri páncélra, hogy aztán abban felöltözve mentse meg faluját a megszállóktól. Mint ismeretes, a falu végül nem másokkal, mint a Tuskenekkel, azaz a bucka lakókkal szövetkezve gyűrő le a sárkányt, Din Djarin pedig tényleg megkapja Vanth-től a páncélt, így a gyermekkel továbbáll, mert hát a cél még mindig az, hogy más mandalóriak segítségével ráleljenek a zöld kis csöpség népére. Azt viszont nem sejtik, hogy a távolból a két nap árnyékában Morrison figurája figyeli őket, csak immáron öregen, kicsit megtépázva, de szinte biztos, hogy Boba Fett bőrében. A sima klónkatonák öregedését ugyanis genetikailag felgyorsították, így a sorozat idejében már mind vénségek, már akik egyáltalán még életben maradtak. Ezzel szemben Boba természetes tempóban öregszik, Jango Fett kérésének megfelelően, az ő kora pedig tökéletesen passzol Temuera Morrison fizimiskájához. És hogy miért lehettünk ennyire biztosak abban már az első epizód bemutatása előtt is, hogy Olyphant Cobb Vanthet fogja játszani? Nos, Chuck Wendig 2015-ben indult Star Wars utóhatás könyvtrilógiája miatt, mert hogy ebben is szerepel önjelölt Marshall Mandalori szereléssel, méghozzá ugyanazzal a névvel. A könyvek a második halálcsillag elpusztulása után a birodalom összeomlása alatt veszik fel a cselekmény fonalát, és azt mutatják be, miként hat a bukás a galaxis különféle szegleteire. Vanth háttértörténetéről keveset tudni meg belőlük, hiszen a karakter csak a könyvek átvezető fejezeteiben kerül elő. Rabszolgaként nevelkedett, amit a hátába billogozott csillag bizonyít, és valamikor közvetlenül az utóhatás történései előtt szabadul fel. Először a Yavinni csata után 4 évvel, azaz a Jedi visszatér eseményeinek évében lép színre, már rögvest Freetown sheriffjeként. Faluját a könyvekben még így hívják, és ekkor sem az ő szemszögéből, hanem Edwin Sharuéból, a Vörös Kulcs szindikátus tagjáéból mesélnek róla. Vanth felajánlja Sharunak, hogy segít neki nyélbe ütni egy üzletet a Jawákkal, hogy azok ne csak kacatokat, hanem valódi kincseket is áruba bocsássanak neki. Mindez sikerül, ám ekkor elő
előkerül egy mandalóri szerelés is, amit a Jawák Jabba hajójának roncsai közt találnak meg, ezért is valószínű, hogy az Boba Fetté. Erre mindkét férfi igényt tartana. Kisebb perpatvar után végül Venté lesz a portéka, aki meglövi Sarut, majd élve visszaengedi őt a Vörös Kulcsnak, de azzal az üzenettel, hogy bizony új serif érkezett Freetownba. Némileg eltér tehát a sorozat és a könyv narratívája annak tekintetében, hogy hogyan szerezte meg Cobb a legendás páncélt, de ez simán magyarázható azzal, hogy mikor Mandónak mesélt a történtekről, némiképp módosított a sztorin, hogy jobb színben tüntesse fel magát. Vent a későbbiekben többször is összeakasztja a bajszát a Vörös Kulccsal. Megakadályozza például, hogy megöljék Jabba bestia mesterét, Malakilit, később pedig vele, illetve a Tuskenekkel szövetkezve állítja meg a szindikátus Freetown elleni támadását, továbbá Lorgan Movellan banda vezért is abban, hogy elfoglalja a Tatooine-t. A Tuskeneket ráadásul pont egy olyan Krayt gyöngyel kenyerezi le, amire a faj a sorozatban is rálel az epizód végi csata után a sárkányt felboncolva. Míg a könyvekben Ventel legutóbb ott találkoztunk, mikor pengéjével üzenetet karcol Movellan homlokára, azt még nem tudni, hogy a sorozatban vajon visszatér-e Olyphant megformálásában. Nagy eséllyel így fog történni, hiszen, ahogy azt az epizód végén is kijelenti, reméli, hogy útjaik még keresztezni fogják egymást a Mandalóriéval. Ahogy arra a jelek is utalnak, Boba Fett már jó ideje követheti a karaktert, hogy visszaszerezze tőle azt, ami őt illeti meg, ám úgy látszik, ezzel az igényével immáron fejvadászunk és a nagy fülű erőhasználónknál kell kopogtatnia. Mégis meglepő lenne, ha Vent ebből a buliból már kimaradna. A The Mandalorian ezúttal is péntekenként jelentkezik új epizóddal a Disney Plus-on, egészen a december 18-án esedékes évadzáróig. A sorozattal nem csak a YouTube csatornánkon, de az oldalunkon is szintelenül foglalkozunk, így mindenképp látogassatok el oda is olvasnivalóért, de előtte megköszönjük persze a lájkokat és a feliratkozásokat is. Sőt, írjátok meg kommentben azt is, hogy tetszett-e nektek az évadnyitó, na meg Timothy Olyphant Cobb Ventje. Hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok!